Tétóban, tehát Vertigo, Ancient és Inferno Decider ismételten, megfelelően a pár nappal ezelőtti mérkőzéshez, úgyhogy meglátjuk, és a kérdés az az, hogy Vertigo vajon sikerült-e Mauznak javítani a teljesítményét. Vázolom a szituációt. Az elmúlt három napban ez a hetedik BO3-om. Ez a hetedik Vertigo. Nem, bocsánat, ötödik csak, bocsánat, ötödik. De hogy az ötödik Vertigóm, és hülyét kapok mindjárt. Impact kezdte meg végül a frag gyártás, amire Harzai tud válaszolni. És nagyon tovább szeretnék vinni a komplexitések ezt a B offenzívát, viszont addigra Harzerket is sikerül elcsípni. És nem néz ki, mivel megvan az ember, hogy Elis is rázza a fejét, hogy egyszerűen innen csak vissza kell majd zárni. Elis, menj innen, azt mondod? Ha? Góára. Hát a dők is írnak, mármint ugye az angol kommentátor társak. Ha ne légy ilyen csendben, a... Én gondolkozok itt megoldáson, hogy miért halljuk a külföldi kollégákat. Dolgozunk a problémán, meg halljuk mi is. Tehát nyugalom, nem kezd emelni a csetre, pontosan tudjuk mi is, mert mi is halljuk, és nagyon nehéz úgy beszélni, hogy közben angolul beszélnek és suttognak a fülemre. Ebben feltétlenül még nincsen tapasztalatom. Nekem egy kicsit az, hogy mondjuk franciának vagy németnek jobban örülnék. Igen, mert akkor legalább nem érted, és azt tudod, hogy és legalább nem zavar. Miközben amúgy itt floppiek megnyerik a kört. Floppy marad 1v2-ben. Rácsörögnek a bombára, de miért nem szedték végig, haló? Jó. Nem baj. A kör meg lesz. Nem értem, mondjuk miért nem szedik végig, amikor nincs rájuk téve a bomba, nincs floppira téve a bomba. De semmi probléma, megvan a köre a Mauznak, de ez megint eléggé meredek volt. Igen, ezek azok a döntéshozatalok, amik egy kicsit ilyen neccesen jönnek össze, hogy ja, meg lehet persze oldani úgyis a kört, hogy fogod és lelöved az ellenfeled, de igazából, hogyha az az éró risk, hogy csak végigszeded a bombát, anélkül, hogy lenne esély az ellenfélnek rád jönni, tehát hogy lehetett volna akár úgyis... csinálni, hogy valószínűleg itt az elképzelés az lehetett, hogy ugye ott nullos volt a kötőben lévő csapattárs, úgyhogy akkor megvárták, hogy... Ha? Azt mondja, hogy még gyorsan itt vagyunk, hello, sziasztok, és mindjárt kapjuk vissza, és elvileg akkor azzal meg fog oldódni itt az angol kaszterek hang is súlya. Nagyon szeretem ezért őket hallgatni, csak nem amikor én beszélek. Remélem ők is hallanak minket. Amúgy az mennyire vicces lenne. De elkezdenék magyarul beszélni, mert csak gondolkozok, hogy ez most igen, mit mond. Igen. Na, szóval hogy lehet, hogy az volt ott az elképzelés, hogy ugye a kötős játékos ugye nullos volt, uh-huh, és hogy volt róla info, nehogy az legyen, hogy ott megindul, floppy leszedi őt, és aztán ugye a diffuse-ra sincs idő, de igazából szerintem ezt lehetett volna kontaktra is játszani, már ott a full HP-s játékosnak rakóról. Hopp, ezt te is hallod? Hogy... Mit? Ja, hogy nem hallom? Igen. Igen, hallom, igen, igen. Meg hogy még a játékhang is. Hát ez zseni. Zseni. Itt jó, egy körrel később, de megérkeztünk. Most már teljes fegyverzetben. Valami hasonlót kéne elmondjak a Complexity-ről is, ahol van kettő galia meg egy AK. De Vertigo-ra azért, hogyha erősen támadsz, akkor ez elég szokott lenni. Itt a utility hiánya lehet majd problémás. Van viszont kettő füst, le lehet dobni a két rakófüstöt. Csak ugye akkor ott kötőnél marad egy gap, úgyhogy arra is ki kell találni majd valami megoldást. De Grimék úgy néz ki, hogy be fognak dobálni majd most arra. Az Erk. Nem sikerül meglőni a nyitottbról, de nek ezzel ellentétben viszont igen. Aztán viszont nem csak dupla, hanem tripla válasz érkezik. Hát megvan egy, lehetne menni a bombás játékosra is, akár inkább azt várja, hogy hát ha valaki még onnan hátulról megindul. Összesen van körülbelül 60 HP a komplexitis játékosoknak. Zersönnek ez így nem egy hozhatatlan kör. A kérdés az az, hogy tudja-e, hogy mindenki ennyire kevés HP-val rendelkezik, és rápróbál-e egyáltalán kit? Nincsen nála legalábbis. Nem tudom, hogy rakom biztos, hogy volt valaki, akinél kellett, hogy legyen. Na most hogy táncolsz? Sehogy nem táncol be, szegény. Hát igen, ott Elijah-nak az power pozi volt egyszerűen, tehát ott H-Engelen adizgat végig a Galillal, az hajrá, hogy lelövöd egy MP9-el, bármennyire is broker ez a fegyver, nem igazán tudsz vele mit csinálni, itt whiffek sorozata, tehát hogy itt konkrétan ennyi. Sűnek nem adtak esélyt, Brolin végig bújnia kellett, Torzsi hibázott egy sprayt, és igazából ennyi, tehát még pont, hogy Brolinnek volt, vagy Sersonnek volt talán a, nem Sersonnek. Kizárt be, Impact-nak volt a legnehezebb dolga, mert Elijah ott három különböző engelön tudott a füst mellett píkelni, kiválasztott a szinte a legjobbat,
és le sikerült lőnie a fényjátékost. Úgyhogy egyszerűen csak itt most egyéni hibák a mouse oldaláról. Impatra fog érkezni most ez az akció, és egy B-támadásnak tűnik. Jimmy. Nem, a Dezivel egyelőre még nem tud beakasztani, viszont neki ki kell rotálnia itt a dobozok mögül, mert 26 HP, sőt, el is éget itt most már teljes mértékben. Sőt, 2 HP néni túl egyelőre ezt a találkozás, és Floppynek konstatálniuk kell, hogy itt azért vannak bőven mouse játékosok, úgyhogy lehet egyszerűbb ezt itt a bombával visszazárni, Floppyt meg itt kell hagyni áldozati bárányként. Egyébként, ha nagyon akarnának, egy füstet még ott elé dobhatnának, és akkor ő is vissza tudnak rosszolni. Ehelyett ja. Eli is jön be, és kisegíti csapattársát, egy még egy duplával, de összességében egy triplával. Shangrim is megjön, és hát látja, hogy nincs mese, lehet menni az üres B-rakóra. Azerk viszont levetette magát. A kört. Igen. Nem önt. Ehelyett? Nem? Nem önt. Az látom, a baj, hogy... mert nyilván, hogyha már ott meghalt, akkor nem tud mit önteni. Ezt most sajnos nem figyelj, láttad jönni. Amúgy gondolkoztam azon, csak végül ráthárítottam ezt a csodálatos feladatot, hogy beköszönj, hogy szerettem volna üdvözölni a legkevésbé vicces, de legalább legtöbbet próbálkozó kollégámat. És ez tökéletesen jött volna egyszerűen, hogy egy picit talán megpróbáljam letörni a szarvat, de rájöttem, ez hogy... Ez olaj a tűzre. Persze, rájöttem, hogy akkor még többet próbálkoznál. De hát mindegy, figyelj. Próbálkozni lehet, max én kiégek, a többiek meg a cseten nevetnek. Grim, neki kell figyelni, ugyanis ráérkezik majd egy mitús. Egy, és hát éppen, hogy lesz belőle kettő. Aztán Torzsi kisegítette őt, úgyhogy megvan a három. Szegény súly amúgy, tehát remélem látod, hogy Torzsi és Szersőr is lelőtte őt. Szóval, kicsit haragudnak az irányítóra. Szép csapatmunka, srácok. Jó, hát figyelj, nem most kell elkezdeni, majd a következő körtől, ahogy lesznek ismét fegyverek, igen, akkor kell fókuszálni, akkor nem szabad hátba csipegetni az irányítót, mert a másik csapatét igen. Sikerül ezt a kalát kimenteni, ami úgy fontos fegyvertény lehetne, hiszen azért nyilván sokkal kényelmesebb a kalával is regeket szerezni, mint az M4-jel, és hát ugye a kalát azt nem lehet megvásárolni a CT oldalon. Na. El is, de rendes, hoz még egy M4-et is itt Torzsinak. Remélem M4 volt nálam, mert most egy kicsit én szundítottam be, és ahogy kimondtam, úgy elbizonytalanodtam benne, hogy biztos nála egy biztosan nálam volt az M4-ben, hol az RT-nél is van egy, na akkor ez itt valami nem oké, de jó. Ja, mondjuk ez legyen a legnagyobb hibád. Agyfagyás. Hát... Ennyit megengedhetsz magadnak, nem? Akkor jó. Találtad. Akkor jó, ha ennyit megengedhetek magamnak. Na, következő fegyveres kör. Sőt, mondhatni igazából az első olyan kör, amikor fegyverek a fegyverek ellen úgy igazán. Már hogyha arra gondolok, hogy most már tényleg egy teljes erőbevetés érkezhet mindkét oldalról. Mert Torzsinál még az AWP elmarad, de... Azért szerintem erre már mondhatjuk azt, hogy az első teljes vásárlása mindkét csapatnak. Most már gránátokból is van mindenkinek minden. Illetve... Kinek fegyverzetből sem... Szenvedi senki semminek hiányát. Hát a Bauhoz egyelőre a rámpa kontrollnak, de nem is nagyon küzdöttek érte, tudatosan eltettek. Ezzel szemben a Complexity sem igazán sietett eltékelni. Itt a rámpát, hát most már azért egy kicsit talán magabiztosabbak lehetnek. Hozzert nyitja a kört, Brolen hullik el. Előzs és JT már lopják is a távolságot. Menet közben pedig... Éppen lassan Siui visszahúzódott, és az érdekes, hogy csapatát úgy koordinálja, hogy több ember tartott miden és B fele, úgyhogy abszolút nem látja jönni a Mouse egyelőre. Ezt a négyfős támadást, mondjuk mire itt szépen lassan ezt megbeszélgetem magammal, addigra idejére a harmadik védő is. A probléma az az, hogy Siui fregje után Torzsi viszont kiesik. És a Teli is be tud szökni a füst mentén. Az elsőnek kéne valami jó timingot elkapnia, ellépi el is, de... Igen. Az pont nem volt, és Siuit meg kitúrják füstön Siui keresztül. Ha nem a társak, akkor az ellenfél füstön keresztül. Igen. Kellemetlenek voltak itt a timingok, azt a mindenit. És a Complexity meg amúgy nem támadott rosszul. Kicsit fura volt itt Halzaknak az AWP-t látni már eléggé korán. Tegnap, hogyha jól emlékszem, akkor nem nagyon preferálta itt T oldalon. Hogy
úgyhogy most mondom, egy kicsit szokatlan volt. Annak ellenére szerintem itt azért Vertigon nagyon jól működik. Tehát a rámpa kontrollt azért mind a két részről azért itt egy emberként meg lehet tartani, hogyha van egy AWP a csapatban, és hát nyilván hozzák is azért, ha azoknak eléggé fontos. Másik oldalon meg kijön egy AK, csak hát mellé nem fog érkezni vásárlás, itt az a probléma. Torzsinál van 4500, Brolin 4650, tehát ők meg tudnák venni, csak szerintem nem éri meg, akkor inkább legyen egy olyan half-buy, amivel Torzsi a következő körbe AWP-t tud venni. Én szerintem az lenne itt a lehető legjobb szenárió, meg hát nyilván ezt meg kell előzze most egy taktikai időkérés Cycrontól, mert látszólag azért nem működik ez a védelem egyszerűen, mert a Combat City tényleg eddig úgy ment be a lerakóra, mint kés a vajon, a pisztolykört kivéve, ahol meg readelve volt nagyon, hogy B lesz a korai szakaszban egy ending próbálkozás, de aztán annak is láttuk a végét, hogy éppen hogy csak meglett a mouse-nak. Hát igen. Egyelőre nem néz ki annyira biztatóan ez a történet, aztán lehet, hogy igazából most a félidő eleje ugye erről a puhatolózásról szól, hogy játszik a Complexity, változtattak-e bármit a pár nappal ezelőttihez képest, lehet, hogy teljesen újra gondolták a játékukat, és a többi, úgyhogy ez most egyelőre itt a első félidő elejének a nagy kérdései. Ugye a legutóbbi Vertigo mérkőzésen a Mouse 7-es darab kört tudott kivédekezni, és ugye ez sem volt elegendő, hiszen utána a támadó oldaluk volt viszonylag gyengécske. Most egyelőre ettől a 7 körtől még szerintem messze állnak. Inferno. Hát igen, kezd hűvös lenni az idő, úgyhogy úgy döntött a Complexity, hogy akkor megújtanak. Ezt egy Complexity meccsen nyomd el. De nem voltál itt múltkor, amikor a második pálya előtt 20 percig azért állt a mérkőzés, mert a Complexity benyögte, hogy nem hajlandó addig játszik, még nem kapcsolják ki fölöttük a légkondit. 20 percet állt. Látod, milyen igazam van? Ó, de jó az a boost, Jimmy. Meg van neki egy torzsi, vissza tud ugrani? Igen. Impact-tól viszont elesik a kala. Ó, Zersen is beleég a molóba, torzsi hullik. Elég is. Hát fölötte most nem kapcsolták ki a légkondit. Megérte. Ezt megérte, mert tehát pont tegnap beszéltünk Dogival, hogy amikor vagy egy MP9-el, vagy egy Mac-tennel, tudod, akkor így, amikor mondjuk kimented egy ilyen körbe, akkor mindig lelkiismeret fordulásod lehet, hogy úristen, itt most ekonomit tudnék szévelni, de azért az M4 az milyen jó választás. Na most el is ugyanezt csinálta, nem akarja eldobni ezt az M4-et, inkább beleég a molójába. Fiúk, inkább valahogy meghalok, de hadd legyen most már alkám, mert ezt az M4-et már nem bírom tovább. Amúgy 9-3-ban van vele, szóval... Ojjajjajjajjajj, abban majdnem egy dupla lett. Igen. El is hullik lett a hazárt is, igen. Szerintem nem hazárt volt. De csak Floppy is kapott közben egy gránátot, az ő ugye így a pálya másik oldalán, bocsánat. A HP-kra akartam reflektálni, de... Ott jó a flash. Ja. De amúgy ez nem az első ugyanilyen entry, tehát Hozerk konkrétan ugyanazt a szöget lokkolgatja a VP-vel, úgyhogy... Meg is új néz bele. Mennyire kecsegtetőek a statok, az a gond. Ez a 061725 trió. Hát igen. Mondjuk eddig is mondtuk tulajdonképpen, hogy itt azért a Complexity elég magabiztosan nyert köröket. Ez idáig. Most nem indult rosszul a kör eleje, viszont jaj, szegény Jimmy a lehető legrosszabb timingot kapja ott el. Ennek ellenére valahogy egy freget össze tud szedni, aztán viszont Zersen úgy hullik el, hogy nem lő semmit, Brolin tud aztán válaszolni. 2v2. HP-ban egyébként a Mauzai jobban, cserébe területben hát sokkal rosszabbul. És ráadásul Grim is hasznosítja magát, lefüleli Brolin-t, már csak Torzsi egyedül. 1v2 nyilván nem hozhatatlan, viszont egy VP-vel lokkolják. Ott nem tart Hozerk? Én nem értem. Halniuk hát kellett volna. Nem. Mit csinál a Complexity? Jézusom. Tép volt Torzsi. De... Fül az... Az nem? Luxus? Fejhallgató? Fülhallgató? In-ear? Bármi? Urak! Nem elég, hogy bele is égett a molóba. Átment a füstő hangosan. Még ott a flame drop-ot is lehetett hallani ott a catwalknál. Érdekes. De azért nem egy 50.000 fős Kölni arénában ülünk. Hogy ezt ne lehessen hallani, mindegy. Mi csak ennek örülünk, mert ez egy szép clutch volt itt Torzsitól. Mert az itt állt az AWP-t. Pedig nagyon meghallgattam volna, hogy Sui mit kezd el üvöltve mondani, hogy guys!
Ezt sajnos nem kapom meg. Van vásárlása a mouse-nak így. Van ugye egy AWP. Torzsi dobott még egy M4-et, és akkor Sessionnél lesz egyedül egy MP9, aki meg eléggé aktív itt a B-védelemben, tehát az SMG-vel valami hasonlót is kell csinálni. Mert jó lett volna az a gránát, egy picit talán korán érkezett, így le tudta őt dodge-olni. De ahogy látom, igazából a Combat City nagyjából ugyanazt csinálja, mint eddig. Egy pillanat alatt szereznek map kontrollt, és utána meg itt a midrand kallokban majd egy kicsit gondolkozni fognak. Hozzáknél viszont még mindig van a AWP, ez pedig egy nagyon jó entry lehet, el is illetve floppy. Kipucolják mind a kettő B-védőt, és most kell csak megérkezni a harmadik játékosnak, aki Shui, és nagyon-nagyon szeretne agresszívan itt közel jönni. Nem sok babér tervet neki, maradjunk így ennyiben. Meg nem is volt az a legjobb döntés, én úgy gondolom. Valóban, nem tudom igazából, egy kicsit olyan nyomás alatt érzem a mouse-t. Lehet is rajtuk nyomás, tehát nyilván itt a kiesés ellen küzdenek, ma továbbjutás ért, de olyan túl soknak érzem ezt a történetet most. Meglátjuk igazából, hogy még tudnak ezen menet közben javítgatni. Az biztos, hogy megmenteni őket, hogyha elkezdenének hozni egy pár kört egymás után és elkapnák a flót, csak egyelőre nem tudtak eljutni eddig az állapotig. És ez most biztos, hogy ellenük dolgozik. Én azt gondolom, hogy itt már inkább csak a T oldalon lesz erre lehetőség, lévén, hogy nagyon kevés kör van hátra itt az első fél időből, ugye 6-2-re fog változni itt az eredmény mutató. Úgyhogy azért mondom, hogy a maradék 4 körbe meg még el is kapni a flót, meg azt meg is lovagolni, meg azt meg is tartani, az már szerintem túl kevés. Én inkább azt látom, hogy itt most még hát jó lenne mondjuk 3 kört megnyerni alsó hangon, de már a 2 is talán egy olyan, az szerintem a reális cél. Valóban ez a 2 még az reálisabbnak tűnik. Az a gond ezzel a Vertigo-val, hogy mivel eléggé kibalanszolt pályai mindkét oldalon, tehát itt az elmúlt hónapokban nagyon ugrál a százalék itt CT meg T oldal arányában. Most egy minimálisan T oldali, de attól függetlenül ugye, mivel ugyanúgy jól lehet védeni, ezért ezek a 6-6-ok, 7-5-ök szoktak állandóan kialakulni a Vertigo-n, és hogyha nagyobb a különbség, akkor meg azt látjuk, hogy a másik oldal egyszerűen csak el tud húzni mondjuk egy győztes pisztolykörrel, de az is igaz, hogy abból látszik a leginkább, hogy mennyire itt két oldalú ez a pálya, hogy 12-2-kről meg 3-akról látjuk amúgy a folyamatos comeback-eket meg OT-kat. Úgyhogy nem játszhatatlan egyik oldalról sem, de tény és való, hogyha mouse-nak egy erős támadó oldala van, bőven nyerhető még ez a pálya. Most viszont CT-ben, hát ahogy Scorch is mondta, itt minimum még 2, de legjobb esetben 3 kört ki kellene hozni. Hogyha 4-et nyernek, szerintem akkor sem fogunk szomorkodni, és akkor legyen meg az a 6-hat, amit én kértem. De hogyha hozzáknek adnak még egy entryt ugyanabból, akkor az problémás lehet. Torzsi nem píkelt, most kezdel csak előre kontaktolni. Megvan így viszont a mouse-nak a rampa kontroll, úgyhogy itt a B-védelembe kell majd nagyon figyelni. Amúgy a setup itt nem rossz, de eddig el is elég erős volt ezekben a nyitókban, és floppy sem gyengélkedik, azt kell, hogy mondjam. Ugyan majdnem, hogy fele annyi killel, mint Eli is, de ő is azért 6-2-es statisztikákkal, és jönni fog itt egy busz, hogy jött volna egy busz. Hopp, ott floppy hangosan ugrott le? Jól hallottam? Vagy... Kamillázik a fülem. Biztos. Na mindegy. A lényeg, hogy azért elég magabiztosan törnek előre itt ezek a komplexitás játékosok. Szerzsen kirakja floppynak a stop táblát, Eli is viszont válaszol. 4v4-ből megy ez így tovább, és megvan az infoja egyébként a komplexitének, hogy legalább 2 darab játékos itt van mouse-os oldalról, úgyhogy nem meglepő, hogy forgatnak vissza szépen árakó fele, mindezt halkan teszik, úgyhogy jó lassú lesz cserébe. Legalább a mouse nem fog tudni erről, idézőjelesen legalább. Torzsi építkezése, most már hallja az érkező komplexitás játékosokat. Sietniük kell, mert 20 másodperc van hátra, Torzsi AWP-be belepíkelnek, de nem azt a szöget tartott a Torzsi, amire kifutott ott a kinéző játékos, aztán viszont a második körben megvan egy kill, Shui segít be egy duplával, Eli is még életben. Eli is nem tud többet fregelni, ez most végre egy határozott körgyőzelem a mouse-tól. Kellett azért a gyors rota, tehát hogyha itt még egy másodperccel tovább sétálgat amúgy a Complexity, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy előnyük lehetett volna. Mert így a végigfutották rámpát, Torzsi hamar le tudta adni a drótot, tartotta a cross, nem maradt egyszerűen elég utility, hogy mindent kizárjanak. És az, hogy egyszerre két frag tudott megérkezni, az kulcsfontosságú volt. Tehát Torzsi is végül lőtt egyet az AWP-vel, majd utána itt a vakítója, amit kidobott ablakon keresztül, az tökéletes volt, és úgy tudott píkelni két emberre is ráadásul. Elisnek pedig ebben az 1v4-ben már nem nagyon adtak lehetőséget, még hogyha a Brolent le is tudja lőni, akkor azonnal szerintem érkezett
lehetett volna egy válasz. És akkor Complexity oldalról is egy időkérés. Jó döntése szerintem, tekintve, hogy itt nekik, én úgy gondolom, hogy amúgy elég bőven egyet elhasználni ebben a fél időben, a másik kettőt pedig lehet szévelni a CT oldalra. Itt szerintem most tudatosítani akarja a játékosaiban TC azt, hogy oké, okay, ez a hat már megvan, ez így nagyon jó, legalább az EGA megvan, viszont bőven van bennünk több is, és kellene kifacsarni ebből a T oldalból minél több kört, mert akkor egyszerűen könnyítünk magunknak a CT oldalon, valami szerintem ilyesmi hangozhatott el. Nem lesz viszont AVP Halzer kezében, Eric szerintem megvehette volna neki, talán Eli, nem, Eli is nem vette volna meg. Úgyhogy ez most egy, talán egy fokkal problémásabb és nehezebb szituáció lesz, de nézd meg LG-ket, hogy mennyire sebesen robognak, aztán esői bünteti, Szersonnel együtt, JT tudott kettő közé szúrni egy fleget, Szerson pedig végre megérkezett egy jó formába. Igen, azért az ő jelenlétére nagy szükség lesz így hosszabb távon. A kérdés az az, hogy ez most itt véletlenül egy kicsit szerencsésebb momentum volt a számára ebben a körben, ugye az előzőben sem rem, sőt az előző körökben úgy általában nem remekelt annyira. Minden esetre azért most elég sokat nyomott a latba az ő duplája. Jó a gránát még. Ne felejtsük el, hogy Szerson mindösszesen egy HP-val élte túl. Azt nem mondanám, hogy emiatt egy kvázi 2v2 szituáció van, mert azért ne felejtsük el, hogy azon az egy HP-val nagyon sok mindent lehet csinálni, főleg, hogy egy kala van Szerson kezében. De azért lássuk be azt is, hogy igazából nem annyira veszélytelen ez a helyzet. Itt még egy teljesen valid támadást összetud szerintem a maradék két komplexitis játékos eszkábálni magának. Nem neked, maguknak. Ja, és nem nektek. Más. No, szóval jön egy headshot Moli, ami beleég, vagy beleég egy impact pozíció. Ja. Ó, Torzsi! Igen, oké, okay. Így legyen. Aztán Jimmy-től jöhet is a válasz, úgyhogy végül két túlélővel meg tudja csinálni a Mauza kört. Teljesen jó. És igazából az a két kör, amiről beszéltünk, hogy még kellene mindenképpen, és az a realitás, az össze is jött, úgyhogy úgyhogy lehet itt még egy sokkal jobb forgatókönyv is, mert én ugyan azt mondtam két körrel ezelőtt, hogy nem lehetséges itt ennyi kör alatt így flow élményt összerakni a csapatnak, de most mintha egy kicsit hozná ezt a Mauz. Úgyhogy lehet, hogy elég volt egy megfelelően nyert kör, ugye az előző előtti most már. És ez lehet, hogy megadja a kellő lendületet a srácoknak. Na, a kellő lendület jön a Complexity részéről, és egy B-támadás formájában az Ersön. Hát nem szerencse volt az előző kör, hanem megérkezett az Ersön is. És Grimi is folytatja onnan abba hagyta, Hozerk és Grimi ismét. Ez már volt, nem? Ha, ott szerintem látta Ersön a lábát. Jimmy nem véletlen píkelt oda. Grim, 1v5-ben. Egy szágalillal. Jó, egy frag még megvan, megvan a második, úgyhogy még van egy 5 HP-ja, igen. Nem szabad azért itt egyesével píkelgetni, mert nincs sok pénz amúgy. Itt a Mauz oldalról. Jó, hát súly is azért megérkezett egy szép lövéssel, úgyhogy azért szerintem itt melegednek a kezek egyszerűen. Lehet, nem volt bekapcsolva az a kis elsőes kézmelegítő, az volt itt a probléma. Tehát egy Szersen, amit lepakolt, Impáltak, jó mondjuk Impáltak amúgy se volt szerintem gyenge mérkőzése. Tőle nagyon rég láttam gyenge meccset amúgy, ezt azért tegyük hozzá, hogy ő szerintem a legkonzisztensebb tagja ennek a Mauz feláll. Ja, jó van akkor. Hát jó, na, ugyanígy néztem most ki, kb. Látta, bemérte, lelőtte, full szándékos volt az egész. Benne van. Nyomokban szándékosságot tartalmazhat, arra gondolsz? Hát nyomokban biztos. Na, egy sokkal rosszabb vásárlás itt a Complexity-től, mint amit így az ember várna a fél idő utolsó körére, már mint a Complexity rajongók alatt. Értem vagy a, igen, rajongókat értem az emberek alatt. Torzs és Brolin összjátéka valóban majd kiváló, viszont. Csak úgy, mint Floppy és Grimm összjátéka. Nem tudom, miért hagyta ki magát ennyire Torzs ott. Lehet, hogy arra számított, hogy Shiui majd tartja neki itt a tartanivalót, ez nem történt meg. És egyébként jó pozícióban van Shiui, tud trédelni, 3v2 a Mauznak, és nincs túl jó területe egyelőre. A Complexity-s játékosoknak Elizsel is hullik, csak ugyan Floppy. Úgyhogy egy egál fél idő kijött, azt mondtad, hogy ez reális, ez jó lenne, ez működhet. Ez egyel kevesebb kör egyébként, mint amit a Mauz legutóbb védekezni tudott a Complexity ellen, de azért sokkal-sokkal több, mint ami az elejének tűnt. 2 perc szünetet követően pedig meglátjuk, hogy a második fél idejük lesz-e esetleg jobb, mint legutóbb.
man, I don't wanna hear no talk. Look on man, I don't wanna hear no talk. Look on man, I don't wanna hear no talk. Look on man, I don't wanna hear no talk. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me. You took me for. Imagine that when it's time to get run, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get run, I don't panic, man. Keep calling, can't like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Deal with the money like David James. Save and save and save and save. Lock it in a box like David Blaine. Discipline thing, I ain't playing no games. Money for run, I got plans and aims. Man, I yard, man, I live by the old school sayings. Every mickle must make a muckle is true. Big up my granddaddy, showed me the way. More times stack notes and I act broke, cause I'm like Houdini, I'm trying to escape. Passport's gotta get another new stamp, so don't say a word if you see me on planes. Winter time, man, can't see me again. Pop up in a country with a mad name. Little man, I don't wanna hear no talk when I come for the money like Biggs and Wayne. This ain't new to me, no talk. This ain't new to me, no talk. This ain't new to me, my youth. You're a technophobe. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. I keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. Keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Wanna hear no talk, no talk, no talk. See the stack levitate like dynamo. I keep it low key, I don't like to show. Cause red eyes real, a man like to see. So I don't watch face and I mind my own. But it's a minor though, I flex really, I ain't that type of bloke. I like getting paid over the limelight still, man, no, I ain't in a them type of show. This ain't new to me, matter of fact, man, started a while ago. I just wanna live a life with the choice that to spend my time is mine and mine alone. Blood, you best try to know, I wanna yard work and spend my time alone. We ain't gonna get there overnight, but in the meantime, there's been some time to go. Tech noir, left the war, tech noir, left the war, tech noir, left the war. My you, you're technophore. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me. My you. Fight. That's it. Last time, nice guys, nice fucking points. Comeback. Fucking let's after. Focus on this fucking T-Hub and let's bring it fucking up to us. Nice. Okay, nice. We have a really good game plan. We know what we're doing. Hülye hype-oltam a játékosait. Nem ilyen szempontból, hogy nagyon-nagyon jó volt ez a fél idő itt számukra, és akkor most a T oldalon meg be kell őrülni. Hogy be kell húzni ezt a mapot. Teljes mértékben egyetértek amúgy. Tehát ahhoz képest, ahogy indult, nem mondanám azért egy beteg fél időnek, mint ahogy Sui fogalmazott. De nyilván nem fogja azt mondani, hogy jó, hát lehetett volna jobb is fiúk, tehát nem fogja ezt mondani, főleg úgy, hogy 6-2 volt az állás. Mivel jó, hogy itt 6-6-ra vissza tudták hozni, megvan egy egál, és akkor most nem szabad elrontani egyszerűen. Nagyon-nagyon-nagyon sok jutéléti van Sui kezében, ő mindent is be fog tudni dobálni. A kérdés az, hogy el is mondjuk lőjen most egy nyitót, és ember hátrányból kezdenek-e. Eddig úgy néz ki, hogy nem, viszont a mouse-nak így ingyenesen megvan a rámpa kontroll, a pusztál viszont el is. Lehet, hogy csak szerez egy freget. Hát várjuk ki a végét, azért ez egy elég... Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy elég casual történet most már, hogy ott boostolnak a CT-k, és hát ezt bizony le is fülelték itt a szemfüles mauzos játékosok. Aztán viszont a szemfüles mauzos játékosokat is lefüleli Grimm, megírja a saját kis történetét itt. Aztán meglátjuk, hogy meddig húzza. Árakó hátán. Catwalkot próbálja igazából tisztán tartani. Oh! Siuhi, what doing? Hát leesett úgy, hogy nem igazán kellett volna. Igen, Brolin megérkezett hátba. Valószínűleg azért akart ugye visszamenni Siuhi nagy lendülettel, mert hogy Brolin már kitisztázta a közepet. Hát Grimm, igen. Most ő éppen. Nagyon-nagyon kellett tőle ez a 3K. Egyébként pisztolykörökben elég jól szokott szerepelni az esetek túlnyomó többségében, vagy legalábbis, ha nem is a túlnyomó többségében, elég sok Grimm highlightban, ugye pont az ilyen pisztolyos akciók azok szerintem, amik egy-egy ilyen kis highlight momentnek az alapját képezik. Tehát nem véletlenül, tényleg elég clean volt most ez a pár lövés tőle, és hát nem csak clean, hanem körértékű is. Uha! De robbanok azért. De futnak.
hát csak Grim elé. Adnak még egy highlightot? Persze, adnak még egy highlightot. Hát figyelj, jó az a statisztika, tehát hogy így... Igen. Mennyiből? 8-9-ből 16-9 akkor így két kör alatt. Az úgy nem rossz. Ez baleset veszélyes. Ez valóban az. Bár mondjuk... Nem mindegy, tehát hogy maga a játék akkor az, nem? Jönnek a flash-ek, meg ilyenek. Jó, persze, olyan igen. Szerintem nem ül le feltétlenül chase-ni, akinek ilyen problémái vannak. Csak így, így a szememnek fájt hirtelen inkább. Hát, igen. No. El is robog le elég tempósan. Extra körét játsza a Complexity, itt a vásárlás miatt mondom az extra kört, ugyebár. Olzerk pedig kihasználja az M4 adta lehetőségeket, és felveszi az első AK-jával szemben a harcot. Hát igazából, hogyha most megint azzal tölti az első 6 kört a Mamusz, hogy egy kicsit úgy puhatolózik, tapogatózik, hogy meg mint az nem lesz annyira jó. Ajjajjaj, Torzsi szegény elhullott, el is bomba formában. Ja. Mondom. Aztán lőtt ki létszős, köszi. Nem mint hogyha most jóval előrébb lenne így a Mamusz. Hát, egy player nyivel bentebb, vagy hát, igen. Hát szóval csak ebből 12% player nyivel bentebb. Kör már nem lesz. Én se hiszem, szerintem ebből mentő akciózás lesz jó eséllyel, vagy hát még lehet, hogy itt próbálnak egy-két map részen esetleg egy-egy entryt eszkábálni, de ha az nem lesz szerintem itt egy ilyen 10-15 másodpercen belül, akkor... Na, három fő szével és... Ja. Hát figyelj, van két füst, van egy moló, van egy flash kapásból. Szerintem ennyit megér, és hát igazából az elsőn Torzsi majd valamit csinálnak a következő körben, hogy legyen valami vásárlásszerűségük. De ha nem vásárolnak, akkor is bejebb vannak két glockos társad, és mert legalább el lehet lövetni valahogy az ellenfelet flash hiány. Akkor majd ezt így Torzsi meg az elsőn pont meg tudják csinálni. Ráadásul ebben a körben ugye a Complexity-nek sem áll érdekében vadászni, hiszen most ők is még a banképítés fázisában vannak. Ha lemennek rámpán, akkor nem kellene ott legyen még egy fegyver. Ezen gondolkozok. Két alkát lőttek el. Az egyik az hova lett? Az egyet fölvett el is. JT szerintem az MP9-szel simán lemeltett volna. Most a lelövék mi történik? Jaj, ne M4-et kell venni a következő körbe. Ez mennyire rossz lehet neki. Hát mindegy. Ja, igen, az egyik nagyon mélyre esett, jó. Úgy már megértem. Hát így viszont a CD-nek megnézve a bankját. Tehát, hogy fullos set, úgyhogy egy MP9 rondit bele, van még egy AK is. Másik oldalon meg mellé veszik a kimentett fegyverek mellé. Galil, meg egy Tech-9. Ajaj, nem a legerősebb a set, és az a probléma, hogyha ezzel sem lesz kör, akkor 11-ig is simán elmehet a Complexity. Hát igen, mondjuk nekem az a határozott meglátásom, hogy ezen a pályán a mouse... Szerintem az inkonzisztens is egy kicsit jó indulatú kifejezés lenne. Ez nem az ő pályájuk még. Aztán hogy lesz-e, azt nem tudom. De én azért alapvetően úgy érzem, hogy itt inkább az Anci és az Infi mapduók közül kell majd eredményesen szerepelniük. Aztán még persze rám cáfolhatnak, főleg úgy, hogy pont jókor jön a flash el is pozíciójára, úgyhogy vissza kell vonulnia. Jöhetnek fel Zersenék rámpán. Van viszont még egy-két gránátja a Complexity-nek, hogyha kívül akarják tartani a mouse-os játékosokat. Oj, Jimmy észrevette ott a player-t, és meg is van a nyitó B-re. Nagyon fontos kill. Kérdés, hogy mennyire mozog ki a Complexity, tudják nagyon jól, ugye Jimmy az, aki lurkölni szökött. Végül is lehet, hogy szökött néha. A társaktól. Egy játékos. Oh, még egyet észrevett. Nagyon nagy. És még egy kill. Aha. Na most van gondban akkor a Complexity. Főleg úgy, hogy jön vissza a mouse, meg lehet ez a kör, hiába nem olyan erős vásárlás. Most a Complexity kényszerül három játékossal szévelni. Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy lenne értelme most akár egy kicsit keresni, kutatni, bár kockázatos, rizikós, mert ugye nagyon sokat investált a mouse anyagilag ebbe a körbe. A Complexity még nem lenne a következő körön egy ekon, de akkor egy picit vissza lehetne vágni az előző idézőjeles 5 fős kimentésért Zersön. Oh. Nagyon fontos dupla! Ez nagyon-nagyon kell most a mouse-nak. Hát Grim valószínűleg ki fogja hozni a fegyvert, de így, hogy most 4-et el tudtak venni, ez faragja lefelé azt az előző kört. Elég rendesen.
Hát, de ez nem a következő körben fog meglátszódni majd, hanem talán az utániban. Neki 5000 fölött vesznek valószínűleg AWP-t, el is legalábbis tud dobni. Én szerintem, ha ezeknek fontos is lenne, és akkor el lehet szépen kezdeni a nagy fegyverekkel majd a védelmet. Jimmy egy maga megoldotta ezt a kört. Két játék a spotolt, két embert lőtt, és tulajdonképpen már jöhetett is félre már az akció. Szerintem ez a dupla, ez zseni. Hát, hogy mind a kettőre pont olyan volt, hogy nem azt az engel, tehát jaj, kezdődik? Kezdődik? Nem, még csak most vette a nagy levegőt. Tehát már van az a szituáció, amikor prediktálni tudom, hogy mikor fognak nekünk egy Hauser highlightot mutatni azzal, hogy veri az asztalt. Múltkor sikerült ezt megprediktálnom. Na, most igen, még egyelőre még nincs. Na, robbantás, és egyelőre semmi más Hauser-től. Igen, amióta Siui nem mászkál be elé, azóta nem nagyon fregelt Hauser. Ilyen érdekes. Érdekes a setup is itt, Elizs és Hauser között. Azért egyelőre Hauser attól nem fél, hogy AWP van a mouse-nál, és emiatt már ennyire masszívan lent tartogatni, és csak mondanom kellett, hogy nem fregel, rögtön oda szúrt két killt is. Az egyik a bomba. Ettől függetlenül amúgy ez csak két mouse-os játékos ritékeli, és Jimmy megint itt van B előtt. Látom egyébként, hogy jönnek mellé vissza torzsiék is. A probléma az, hogy Floppy kapja a segítséget JT-től, aki még teljes utility settel rendelkezik, úgyhogy láthatjuk is, hogy már dobálja kifele. Mert hozzáteszem, főleg így, hogy a molót elrontott, ez most lehet, hogy még nagyobb segítség is a mouse, hát így nem. Floppy így minden nélkül lenézett, és aha, így meglepte a mouse-osokat. Hát ez pech. Amúgy nem volt rossz a timing, mert most belegondolsz, a mouse, hogyha közel van, akkor mit fog csinálni? Pont utizni. Tehát egy pont jó timingban nézett le szerintem. Már mostanában itt nagyon-nagyon erőteljes ez a play, hogy ahonnan dobta... kidobálta a füstöt? JT volt? Igen. Azt hiszem, tehát ahonnan JT dobja a füstöt, onnan van generátor egyik kis, nem tudom, lemezére bemérsz egy flash-t, és az annyira god. Igen. Ne tudd meg, annyit fregelnek innen a játékosok, tehát fémezzel nyert meg egy egész pályát végül. Tegnap is ezt hasznosították azért eléggé erőszeretettel, és azért figyelnek most már erre itt a játékosok, hogy oda akkor mindenképpen egy moló érkezzen, hogy onnan sikerüljön kitakarítani egy embert. Hát most nem érkezett sajátos módon, Floppy teljesen ingyenesen szerzett kettő freget, ezáltal így a kört is, és megint akkor háromra növekedett itt a két csapat között a különbség. Voltak ugye Mouse-tól kimentett fegyverek, inkább is egy mellé tudtak vásárolni, mert az előző kör az hibátlanul sikerült, emberveszteség nélkül. Úgyhogy ott lesz 4 AK, ott lesz egy M4. Ez a probléma, hogy ha ez a kör nincs meg, akkor az ugye valószínűleg a Complex City-nek egy vagy kettőt ér, a másik meg, hogy akkor már nagyon nem lesz hibázása lehetősége a mouse-nak, mert akkor pályapontra kerülne a Complexity. Onnantól kezdve 5 kör hibátlanul. Hát igen. Még azért várjuk meg most ennek a körnek a végét. Bár egyébként ugye legutóbb a Complexity remek védő oldalra tudott operálni a mouse ellen, de én azért most azt látom, hogy itt összességével jobban tudtak talán próbálkozni a mouse-osok egyelőre ezen a mérkőzésen, még ha nehezen is ébredtek a CT oldalon, még hogyha egy kicsit ilyen döcögős is volt egy-két körük eddig téből, hát most is döcög, de azért valahogy sikerül eljutni legalább a bérakó tetejéig vagy bejáratáig. Aztán viszont újabb fregek a CT-ktől, befejezés viszont még egyelőre nincsen. Torzsi 1v2 hozott már ilyet, akkor mondjuk több mint 7 HP-ja volt, de ugyanez volt a helyszín. Most viszont egy kicsit fordított a történet, hiszen kell majd a bombát rakni, ugye ez meg CT-ből történt, ez a bizonyos 1v2 clutch. Hát egyelőre Torzsi úgy dönt, hogy szépen elbújik ott fehér mögött, vár egy picit, nem biztos benne, hogy a hátából nem érkeznek, sőt nagyon fél tőle, hogy valaki a hátából jön. Az egyelőre viszont nem érkezik meg a kérdés, hogy Torzsi meddig vár. Uha. Ez azért kérdés, mert lassacskán vissza kell forogni a Hauser-nek ára, hogy meggyőződjön róla, hogy nem sétál oda-vissza Torzsi. Nem jó sajnos. El is számít a playre. Hát amúgy így kellett felosztani a védelmet. Meg el is beállt egy nagyon jó offengőre. Onnan pontosan átlátott mindent.
Jó play tőle, és akkor így viszont előkerül az a szenárió, amit az előbb felvázoltam. Nem igazán lesz pénz Nauz oldalról. Flopék, ez megint egy gyönyörű védelem, tehát mindenki beleállt a harcba, akinek csak kellett. És tőle pedig ott van lezárás. Torzsi vesz egy hero alket, a többiek pedig mellé, hát forszolnak úgy, hogy a következőben azért legyen valamilyen set. De ez inkább egy gyors bérásnak tűnik. Tehát egy Brolem már készíti majd a vakítót, nem? Akkor úgy néz ki, nem készíti még egyelőre. Akkor majd második ütemben. Eléggé sokáig föl tudnak kontaktolni majd. És nem csak információ van amúgy arról, tehát még ez a béres az még működhet is akár, csak Torzsi alkájára valahogy építeni kell. A Floppy még csak mozzá be Electric mögé, tehát kvázi ez egy riték lesz már így is úgy is. Ott viszont a Tech Nine-nak a close range fight-okon bőven jól működhetnek. Floppy, jaj de szép volt ez a közbeszúrt frag, és ott hát el is hibázott, hogy kiugrott a molóban, egy szekre még tartani, ha kellett volna. JT viszont aztán kompenzálja ezt a problémát. Floppy 1 HP-n, JT-nek viszont még maradt temérdek. Hiába az ütközet, Holzerk érkezhet úgy szint a VP-vel, számítanak amúgy még egy lurkre. Holzerk legalábbis nagyon nézelődik visszafele, megy közben a fegyvercsere Floppy és Holzerk duója között. Torzsi és Zershon. Őnekik kellene valahogy ezt a kört megoldani most. Torzsi egyelőre nem jó helyre tart, de szépen kompenzál. Ó, Zershon! Hát arról kérjük a replayt. Ez a Tech Nine annyira broken. Annyira, de annyira broken. Egyszerűen, hogy... Nem csap az asztalra? Jó, most nem. Most csak mondja. Most csak nagyon mondja. Na, itt a nyitó. Jó, hát annyira nem volt azért füstön keresztül, mint amennyire én ezt gondoltam. Telibe csak line-up. Lovos játékos ment előre. Mögötte lévő játékos meg instant kapta a fejlövést. Nem volt nagyon lehetőség. Nagyon fontos. Jól mondta Sui. Ez nagyon-nagyon fontos. Viszont ez a kör ez még fontosabb. Mert nézzek a vásárlását a Complexity-nek. Ez a Mauzak is kettőt érhet, hogyha ezt most megnyerik. 3 MP9, 1 M4, illetve egy AWP-vel szemben. Megvan tehát minden lehetőségük. Alapvetően, sőt, hogyha jól láttam, akkor az AWP most nem is rámpán helyezkedik el. Grim, illetve el is tartják le. És inkább midet tartotta le Holzerk. És akkor most kell valamelyre berotálnia, és valószínűleg az inkább a B-rakó lesz. Floppit viszont ki lehet majd küldeni. Én azt gondolom, az lehetne a jó play. Ha azoknak van egy flash-e, hogyha kiküldenék az SMG-s Floppit, akkor az nagyon sok információhoz juttatná egyszerűen a Complexityt. Ennek ellenére mit művelnek? B, illetve mit stack? Hát csak mire? Nulla infóra? Hát arra, hogy ugye az előző négy kör az arról szólt, hogy még ha volt is valami ilyen, akkor Jimmy felment B-re, megpróbált nyitót szerezni, és szerzett is, és visszarotáltak B-re. Tehát amúgy, hogyha belegondolsz, egyetlen egy endingje volt a Mauznak, amit buktak. Ezzel szemben volt 4-5 B-körük, és mindegyiket megnyerték, segíts ki. Valami jövés még, igen. Na igen, szóval, hogy ja. Mert hogy oké, kettőt nyertek, mert hogy ugye 6-6 volt a fél idő, de hogy érted, szóval, hogy igen, elég igen, sok ending volt. Ettől függetlenül azért nyilván ez egy erős gamble, és valóban amit mondasz, az működhet akár, hogy ott valaki egy kicsit előbbi infószerzésből jobban kijön a harcból. Grim, JT, Eli is sorrendben érkeznek a fregek, Eli is duplázik. Aztán ugyan elesik, de... Hát, hogy ez hogy történt meg? Azt hiszem, hogy talán, hogyha a Complexity-s srácokat kérdezzük, ők sem fognak tudni egész biztosan válaszolni rá. Hát figyelj! Jó volt a stack, most már, itt másodjára. Ki kellett csak wide-olni. Tehát, hogy itt Grimmék pontosan tudták, hogy az SMG-kel nem tehetik meg azt, hogy bent ülnek. Megpróbáltak egy jó timingot elcsípni, Grimnek ez össze is jött, a társak a kontaktjára végig tudtak ugyanúgy píkelgetni és harcokat fölvállalni, mert pont utizás ment a Mauz oldalról. Én csak be kellett darálni ezt az akciót. Szépen csinálta amúgy a Complexity. Ez most egy nagyon-nagyon jó hívás volt tőlük. Eli is. Szeretne egy ponyvánál lemenni. Flash viszont le kellett dodzsolni. A füstöt pedig készíteni is fogja ide hídra, majd pedig a molót közelre. Aztán ezt ő is visszakapja. De egyelőre úgy tűnik, hogy kontakt nem lesz. A Zershon, mint hogy a JT-t nem látta volna meg. Eli így tehát maradt közel. És JT meg jó lehet ott B-nek Halzerkel együtt. Nem? Eli is szerette lemenni? Nagyon néz ki, hogy igen. Őt viszont spotolják. És akkor így visszaszökken. Ja, ez itt a jobb döntés azért. A Mauznak hát meg nincs annyira erőteljes szettje, az a baj. Két belé, két alká, egy Tech Nine, és ezek a gránátokat. Igen, nem véletlenül futott vissza egyébként, hát is tudja nagyon jól, hogy azért valamiben kompromisszumot kellett kötni a Mauznak. Nem mert a közeli engelőn ott maradni, mert tudta, hogy ha jön valaki, akkor ez egy Tech Nine lesz, valószínűleg mögötte érkezik majd egy trédelő Kalav vagy Galil, illetve tudják nagyon jól, hogy hát azért utilityből sem úgy áll a Mauz jelen pillanatban, hogy szeretnének, és most már a HP is kezd fogyni, és Yui nullozódik, ugyancsak egy Tech Nine-ja van, de hát azért pláne jó lenne a több HP, hát ha túlél egy-egy fightot, nem úgy, mint Impact B előtt, sajnos kiesik, és Zershon sem tud válaszolni, ennek itt lehet a vége,
Bárcsak a jó befejezés kellene a Complexity-től. Elis pedig még közelebb löki azt a bizonyos szekeret. Mindenki csak nullazódik a Complexity-től. Összeesti, senki sem hajlandó. Nézd oda! Nézd oda! Egy nagy nehezen beakad, de az a pálya végét jelenti a trade után. A Complexity tehát a saját mappikét, Vertigo-t ismételten meg tudja nyerni a Mouse-zal szemben. Nem meglepő szerintem, tehát hogy itt azért nagyon-nagyon nagy változást nem láttunk a Mouse-nak a Vertigo-jában, de nyilván csodát nem lehet tenni 2 vagy 3 nap alatt. Egy-két dolgot megpróbáltak átbeszélni, nem jött össze semmi probléma. Most viszont náluk is egy olyan pálya fog jönni, ami nem egy nyúk, hanem tényleg az egyik legerősebb mapjuk Ancient, meg a Complexity-nek nem feltétlenül szokott mindig jól menni, és utána meg még egy Inferno-val lehet lezárni, úgyhogy bőven van lehetőség itt a Mouse-nak meg visszakembekelni, csak hát jól kell játszani egyszerűen legalább a saját mapjukon. 15 perc szület, és akkor jövünk vissza, megnézzük, hogy mi lesz a potenciális utolsó pályánkat.